A madárgyűrűzés folyamatával ismerkedhetnek meg mindazok, akik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja által életre hívott közel 3 hetes programfolyamra ellátogatnak. A szervezet immár 9. alkalommal rendezte meg a Naplástónál a nyárvégi akciót, melynek célja egyebek mellett a madarak vonulási viselkedésének megfigyelésére szolgáló kutatási módszer bemutatása, illetve az állatok védelmére való figyelemfelhívás. A madárgyűrűzés egy legrégebbi vonuláskutatási technológia, amikor is függönyhálókkal, a bokrosokban, nádasokban kihelyezett hálókkal a madarakat befogjuk, egy kis zsákba beletesszük, és utána gyorsan a gyűrűző, hogy a madár minél kevesebbet legyen emberi kézben, meggyűrűzi, elengedi. Ez a madárgyűrűzés alapja. Itt a Naplástónál szerencsére sok emberrel tudunk találkozni, és ez a cél, hogy megismertessük velük a madarakat, a madárvédelmet, a természetvédelmet, tehát a munkánkat, és hát a környezeti nevelési célokat ez kiválóan szolgálja a kisgyerekeknél elsősorban, akik látnak egy madarat, test közelbe kerülnek vele, remélhetőleg megszeretik őket, és védeni fogják a természetet. Ez az egyik leglegfőbb célunk. Lendvai Csaba hozzátette, az esemény sok érdeklődőt vonz, mind a délelőtti, mind pedig a délutáni órákban. Olykor az éppen arra járó kirándulók is bekapcsolódnak a programba. A gyerekek számára például mindig nagy élmény, hogy megsimogathatják a madarakat és a tenyerükből engedhetik azokat útjukra. A szakember továbbá elmondta, naponta 15-20 madárfajból körülbelül 200-250 egyedet sikerül meggyűrűzniük, az elmúlt napokban pedig több érdekességgel is találkoztak. Érdekességek is voltak, hát nagyon népszerű a jégmadár, nagyon szép kék madár, mindenki teljesen oda van, amikor találkozhat vele egy alkalommal, őt is sikerült meggyűrűznünk. Két füles kuvikot láttunk, ami egy apró barna bagolyféle, és az érdekessége, hogy ő Afrikába vonul, velük is találkoztunk, de ami még így vonulás szempontjából érdekes, hogy egy Lengyelországban gyűrűzött foltos nádi poszáta is megkerült, amely öreg madár volt, lehet, hogy akár több éve is lehet gyűrűzve, de az adat még nincsen meg a pontos adat, úgyhogy reméljük, hogy az is mielőbb beérkezik, és majd arra is hírt adunk. A nyárvégi madárgyűrűző akció augusztus 28-áig tart majd, hajnaltól délelőtt 10 óráig, valamint 17 órától naplementéig. Azok, akik ebben a hónapban lemaradnak az eseményről, október elején még részt tudnak venni a programon, hiszen a szervezők az akkortájt esedékes, európai madármegfigyelő napok keretében is kitelepülnek majd a Naplástóhoz.